Ez egy átlagos sipi reggel volt. Vagyis sipi lusta felkelni, ezért máshogy kell kicsalogatnunk. Képes. Ezért nekünk kell felöltöztetni. Várjanak egy kicsit. Kész is van. Kérem, Sipi, induljon el a fürdő felé. Úgy van. Most láthatjuk a táplálkozását a Sipi fajnak. Csak szépen komótosan. A meglepetés öröme. Most jön nagy pillanat. Csak hónaponta egyszer szokott fogadni. Passa a megfelelő szerrel az orvosok szerint. Az egészséges nutellátomosás elterjedt a sipik körébe. A tettes gyárgy. Nagyon étvágygerjesztő. Nutella fogmosás. Az orvosok által ajánlott. Nagyon finom. Amit láthatják, a sipi nem takarít el maga után. Nem a legpraktikusabb házi állat. Prunt Nutella, hogy szétrohadjon a szál. Úgy tűnik, a sipi tanulni készül. Senkit ne tévesszen meg a látszat, a sipi nem így tanul. Csak nagyon rákészül tevékenységére. 3, 2, 1. A sipi tanulási módszerek. A kockulás nagyon alkalmas matematika, történelem és nyelvtan tanulásra. Igazán hasznos. Általában Sipi 4-eseket és 5-öseket szokott írni. Természetesen puskázni is szokott, és lesni a többiekről. De azért mi így szeretjük. Csing-csing! Sajnos Sipi hétköznapi öltözéke nem teszi lehetővé a fogmosást, ezért ezt le kell vennie. Kérem, ne a fogmosókardóba dobja. Ez a faj milyen különösen szokott fogat mosni?